Múlt idézésre gyűltek össze augusztus 2-án a megemlékező Kiskürösön, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum udvarán. 173 évvel ezelőtt esett el Segesvár mellett, Fehéregyháza közelében a szabadságharc költője, Petőfi Sándor, akinek neve elválaszthatatlanul egybefor Kiskürös nevével és történetével. Városunkban ma is tisztelettel tekintünk a költőre, ápoljuk kultuszát, így nagy költőnkhöz méltóan halálának évfordulójáról is megemlékeztünk. A megemlékezők sorát Subka Éva nyitotta Petőfi Sándor Én című versével. A világ az Isten kertje, gyom, s virágok vagytok benne, ti emberek. Én a kertnek egy kis magja, de az Úr, ha párton fogja, benne gyom, tán nem leszek. A vers után emlékbeszédet mondott Domonyi László, a város polgármestere. Petőfi Sándor szellemisége, szabadságvágya, mentalitása, meg nem alkuvása minden magyar emberben ösztönösen benne él. Ezt nem tanuljuk, nem tanítják, zsigerileg érezzük. Nyelvünk és kultúránk mellett ez is összeköt bennünket. Ezért most Petőfi Sándor 200. születésnapja közelettével fontoljuk meg jól, hogy hogyan tudjuk az emlékévet a költőhöz méltó tartalommal megtölteni, oly módon, hogy utódaink büszkék lehessenek tevékenységünkre. Tisztelt emlékezők! Kiskörös polgármestereként kívánom, hogy Petőfi ereje, dinamikussága és erkölcse adjon erőt az emlékhelyek fenntartásához, hirdesse összetartozásunkat és töltsön el büszkeséggel, hogy mi gondozhatjuk a legnagyobb magyar költő emlékét. Petőfi Sándor halálának évfordulója mellett arról is megemlékeztek, hogy Kiskürösen állították fel 1862-ben az ország első Petőfi szobrát, amelynek történetét Turán István helytörténész elevenítette fel. Ma már hagyományosnak számító július 31-i megemlékezésünket idén némileg később tartjuk. Ennek oka pedig egészen különleges. 160 évvel ezelőtt, 1862. augusztus 2-án, egy szombati napon került sor arra a csendes, hazafias ünnepségre, amelynek keretében a régi evangélikus iskola előtti téren felavatták a világ első köztéri Petőfi szobrát. Szülővárosa közönség állítatta, és most is Kiskörös egyik legfontosabb alkotása, a szülőház mellett második műemléke. Az ünnepi megemlékezések után a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit és virágait a szülőház udvarán álló Petőfi szobor talpzatánál. Ezt követően a szülőház előtt a Petőfi téren adott koncertet Heinzinger Miklós Mika, a Misztrál együttes alapító tagja, aki magyar és külföldi költők megzenésített verseit adta elő. Amit és ahogyan játszott, az bőséges útra valóul, lelki töltettel szolgálhatott a megjelenteknek. A legkiemelkedőbb Kárpáti Tibor kortárs költő Gyöngyöt az embernek című vers megzenésítése volt. Szend a csengését, majd a szent csendet káoszban fogant, újjászült rendet, játékot, harcot, a végén békét, tó mélyén alvó tündérek képét. Lelkek sebére, ó fehér tépés, tenni az Isten felé pár lépés. Átlépni közben árkot göröngyöt, és az embernek szórni a gyöngyöt.